Üdvözlök mindenkit, én Ájtlód vagyok, és ez újra a Metin 2. A mai videóban ugyebár eljutottunk arra szintre, vagy oda, vagy úgy, egy olyan mond mérföldkőhöz, ahol már régen nem kellett volna, ugyanis megcsinálhatom a 21-es lovat. Na már most, mivel tegnap egész nap fent hajpókoltam a szerveren, és nem találtam egyetlen egy klántagomat se, és mivel ma se találtam fent egyetlen egy klántagomat se, így úgy gondoltam, hogy nem húzom tovább az időt, megcsinálom egymagam a küldetést, letudom, azt kész, reméljük, hogy sikerülni fog. Na már most ez a küldetés egy kicsit másképp zajlik, mint az általános, mivel tudjuk, hogy itt is, mint ahogy a lovas küldetések másik felénél is le lehet szállni a lóról, ergo nem kell a lón üljek pest, hogy valamit is össze tudjak hozni. Így szerintem jóval nagyobb esélyen van megcsinálni egyedül, mint teszem fel 10-15, vagyis hogy, mint hogy lóról is ütve kelljen a démoni jászokat leüssem. Sajnos, nem rendelkezem bátorságköpennyel, ami nagyban megkönnyíteni a dolgomat, ha lenne. Viszont így is kell adjak neki egy próbát, hát hiszen miért ne. Próbálok a mikrofonomnak egy tisztességes helyet csinálni. Úgyhogy 30 percen van, és 300 miászt kell eljöjjek, ami percenként 100 darabot jelent. Na már most DTS emeletén rengeteg iász van, viszont bátorság köpény nélkül viszonylag nehéz szerezni, de lássuk, hogy csak írom. Hát, ha valaki válaszol, még mielőtt neki kezdenék, kis apróságokat itt lerakok, van egy helyem alatt állapban. Tehát már ideje ezt is megcsinálni, hát nagyon nincs, az tény. Ezt azért berakom. Hát, gyerekek, nagyon offline itt mindenki. Nem is baj. Akkor kezdjünk neki. Ha? Ja, szeretném fejleszteni a lovat. Jó, oké, hogy ilyen csoporttal is mehetek, csak sajnos kíván. Úgyhogy szerencsémre van portom déti elé, szóval nem kell elhétáljak odáig, mert ugyebár az is elvenne az időből. Tehát ha 50-es szinten csinálom, meg nem tudok déti elé portolni, hanem csak úgy tudom megcsinálni a küldetést, hogy oda kell sétáljak, és bonyolult teljesen a küldi úgy. Viszont itt nekem egyszerű, sokkal egyszerűbb, mert démon torony, és viszontlátás, ott vagyok. Ezzel kb. 15 percet, 10-et minimum spóroltam magamnak, hiszen ezt a küldetést 50-esen is meg lehet csinálni, és oké. Nem bánom én ördögök, nem ördögök, mindegy, csak valamit ütni. Na, benn is vagyunk DT-ben. Katonai könyv. Jó. Gyorsan rakjuk is be, amit nekünk kell. És imádkozzunk azért, hogy ne dobjon le a szerver, mert nagyon szokásra ledobni DT-ből. Így hatalmához juttatva engem. Azáltal, hogy hiába játszok, úgyis ledob. Hát ez meg csak mindig 299. Ez húzós lesz na minden esetre. És valamiért látok, mint a fenn. Nem baj. Hát remélem, hogy az a videó jelzhető. 299.
Tudom, hogy itt rengeteg ijász van, csak láthatjátok, bátorságköpi nélkül viszonylag nehéz bármit is összeparkácsolni belőle, mert na, még azon kívül összekészítjek egy millió jangot, hát az már nem lesz nehéz, azon nem akadunk fel, hogy kivegyem a lókönyvet, de ha elcseszem, akkor megint vehetek egy lómedált, és akkor úgy kell csináljam, hogy kell szervezzek egy partit valahogy, hogy segítsenek. Na, meglássuk valahogy, azt is megoldjuk. Na jó, elvették a mindent. Hogy szeressük mi az ilyeneket? Majd. Azt mondja, hogy ó, ide. Na, mi van, nem? Na, akkor szóval, hát meg van, 270-nél tartok. Na, nem mondanám ezt a világ leggyorsabbjának. Hát, valahogy csak meg lesz. Ma 50-es szinten előttünk, szóval ja, haladunk ezerre. Csak nem olyan ütemben, ahogy én aztán szeretném. Végül is ezeket nem nehéz itt leülni az elején. 252 még van egy darab. Tehát sokat kell elülni, percek alatt valami 15-öt. Tehát de mondjuk, ha ment a másik is egyetül, akkor ennek se látom akár, hogy miért nem menne itt szinglibe. Lássátok, ezekkel már meggyűl a bajom, akik így a 67-esekkel valamiért ők nagyon, de nagyon veszik a TP-met, és nem is szeretnek annyira halni, szóval ez az egyetlen legalapvető problémám velem. Ja, és ezt meg nem is számolod. Na oké, akkor tűzzünk innen a csában. Úgy, ezzel meg lesz a 46. És mennyi idő van még rá? 30 percen, jó, csak a 30 percben meg nekem mennyi van? Tehát, hogy ez, azt úgy szeretném tudni, egy picikét. És nem tudom, hogy a kettes emeleten, amik vannak, azt tudom, hogy szám, hogy autótámadok, tehát hogy nem kell vele foglalkozni, tehát jönnek. Viszont azt már nem tudom, hogy számolja-e. Tehát, hogy oké, hogy én fellépek odáig, csak hogy azt nekem le is számolja, mint elé is, mert az akkor nem lenne egy hülyeség. Viszont azt nem tudom, és ha most felmegyek, akkor nem akarom elbukni a küldimet, az a lényeg. Akkor lehet van előbb megtudni ezt, tehát de mindegy, nem baj. Jó, ma 31-nél tartunk, 231-nél. Az lesz vaja, hogyha lábukom a küldit, akkor várhatok még egy napot, tehát akkor megyünk a átok könyvezni, szóval nem megy vasszizdasz. Ha nem, hát nem. Ó, ez egy dobtak cuccost. Ott van egy rengeteg ilyász.
Steam-osában. Most szokott dobni ezért démoni emléktárgy pluszot, úgyhogy ezt nem hanyagoljuk el. Azért éppen. Tehát ami kell, az kell. Attól félek, hogy levágni, mert néha-néha így belaggol, és akkor egy idő után levágasz, szóval szerint azt szokta csinálni. Attól parázok, mert nem tudom, hogy akkor elbukom el küldt, mert akkor végül kiteleportált ETP-t, de hát ha lorról is leszálltok, akkor erkó CH-t is válthatok, úgyhogy szerintem tökre nincs értelme annak, hogy én miért ne, vagy hogy értek, tehát hogy miért nem elküldi, tehát nem hiszem, hogy el fogom bukni attól, hogyha kidob, maximum újra bekerüljek és időt vesztek, de hát aztán az már nem egy olyan óriási dolog. Ha már 100 megvan, és nem hiszem, hogy megy 10 perc a videó, tehát úgyhogy jó haladunk. Csak nagyon, hogy bejön egy idióta kék, vagy valaki, és felkezdjen TT-rannolni, mert akkor komolyan mondom, hogy kirúgom a senkéből, nem tudom mit is. Tudj, hogy felrúgom belé a monitorát, tehát hogy értek, hogy valakinek most beletrollkodik a micsoda a játékmenetembe. Az nem lenne jó dolog. Nem díjaznám én sem. Hogy... Végig haladunk, van 991. Ha mindjárt megvan fele, és még nincs 20 perc. Na mi van? Most képzeljétek, ugyanezt lore-ról megcsinálni, jóval nehezebb lenne, mert akkor se aurát, sem álmot, semmit nem használhatnék, és szivatna a játék 1 millióval előre. Tehát hogy ugye 100 000-re, 1000-re mindennel, ahol ér. Tehát, és amúgy a Metinnek szokása, szívassa a játékost, de úgy tisztességesen, tehát nem az a, hogy épp hogy, hanem tisztességesen megszopat. Most kérdezhetitek, hogy miért csinálom a katonai lót? Hát egyszer oka van, dob a karakteremen, tehát erősít ló közben, úgyhogy nem egy hülyeség megcsinálni, és Ginzengből jelenleg jobban állok, mint répából, valamiért ezt jobban szereti dobni, úgyhogy ja. Már 175-nél tartunk. Küldít. Nem poén lenne, most megszakadna a banet, és nem adná ki fél óráig. Ó, Isten is menj, nem akarok ilyen hülyeségekkel gondolkozni se. 169, 167. Meg 100%-ot hiába nézek, mert ez nincs csatabja. Jó, úgy nem. Akkor kezdjünk itt a gyűjtögetésnek megint neki. Minél többen vagytok, annál jobb nekem. Annál hamarabb leszek még végig a küldinek. Ma minél fele megvan. Démoniekő plusz. 165. Van legyen lassacskán. Ja, és amúgy írtadatok, vagyis hogy írta egy nézőm, vagy nem is tudom nézőm, vagy csak alkalmi nézőm YouTube-on, hogy mennyibe kerül, hogy átmenjek másik szerverre, és ugye sok szerintem. Hát elmondanám, hogy szerintem is sok, és én sem, hogyha belefektetem, nem a Metin 2-t fektetnék bele, ha alap Metin 2-vel csak úgy játszódnék, hogy csak magamnak, szó se lenne róla, hogy én pénzt fektessek bele, de a csatornám érdekében, lehet, hogy belefektették. Van állam két opció van a szerverváltásban. Vagy átmegyek, vagy megvárom a szerver összevonást, vagy fogom magam, megveszem ezt az üzét, és átmegyek. De most komolyan mindenki írja, hogy kezdjem újra itt-ott. Nem fogom újra kezdeni, mert az nem lenne ugyanaz. Most megint kezdjem elő nulláról az egészet, hogy haladjak ugyanide fel 61, de ugyanígy skill-ekkel BIOS küldiben haladjak. Nem tetszik nekem az az ötlet. Tehát, hogy ez az én karakterem, ezt én kilottam ki idáig, most akkor normális, hogy fejl akarom húzni a komá maximumra, legyen akármi. Most az, hogy itt szarab, hát szarab, na hát ez van. Az, hogy most perpim nincs lehetőségem arra, hogy átmenjek másik szerverre, most mit csináljak, ez van, nem tehetek róla. Nem tehetek róla, hogy nem születtem gazdagnak. Tehát, ami valakinek apró pénz, nekem a sok pénz, tehát hogy így értitek. Most én azt a pénzösszeget jó, hogy másra fogom fektetni, nem annak a, nem a Metinbe, tehát hogy
Ha valahova fektetnem is kéne, akkor inkább veszek egy jobb gépet, vagyis hogy upgrade-elem a gépet, hogy még jobban tudjak videókat csinálni. Nem az, hogy beleküldtem séjébe, hogy legyek másik szerre, mert az is ott van, hogy mi, hogyha nekem pont ott nem érzem jól magam, vagy nem tetszik, vagy pont olyan személyekkel ütközök, akiket nem szívesen akarok magam mellé tudni, mert teszem fel bunkók, vagy valami. Tehát értetek, ez sok veszélye van. Tehát hiába, na, tehát mindegy, ezt nem is magyarázom, de és másrészt ez az én karakterem. Tehát én eddig elkínlottam, és elhatároztam, hogy ezt végigviszem, és én szeretem ezt meg is csinálni. Tehát nem csak hogy mondani, hogy oké, akkor ha jön egy itt, akkor meg, tehát nem, egyszerűen nem azért kezdtem neki a Metinnek, mert olyan könnyű lenne. Tehát pont az volt a célja, hogy a GF-en vigyek ki valamit videóval, ami tényleg nehéz. Tehát nem egyszerű, nem könnyű. Na. És hogyha most ennél egy kicsit nehezebb, most akkor pont azért nem fogok megfutamodni, mert ennyi erővel akkor gondolkozhatnék úgyis, hogy akkor elmegyek valamelyik privát szervele, amelyiken ezzel szeretek szorzom, mert ha ugyebár ott is könnyebb, és többen vannak, és több, és többen. De nem ott van a hangsúly, hogy hányan vannak. Jó, egy dolog, hogy egy-két videómban nem panaszolom, hogy tényleg kevesen vannak, tényleg se több, de az meg nem azt jelenti, hogy megutáltam azt a szervet, hogy meguntam, vagy valami bajom lenne vele, csak egyszerűen elmondom nektek, hogy ne, engem ez egy kicsit zavar, és máskülönben szomorú vagyok. Tehát emiatt vagyok, azért vagyok szomorú, mert értem, hogy Draco valakinek tetszik, meg minden, de nekem Auriga fele húz a szívem, komolyabban itt kezdtem el játszódni a game-el is, meg minden, szóval, hogy az én kedvenc szerveremen nincs senki, ez egy kicsit nekem fájdalmas. Egy fél pillanat. Itt is volnék. Na, szóval kicsit nekem fájdalmas az, hogy senki nem játszik azzal a szerverrel, vagy csak nagyon kevésen. Én szeretek. És így ott a telefon, ne szólaljál meg a Pestnek. Komolyan mondom, az agyamra mész. 120. De még nem írja a perceket az, ami engem zavar azért. Még mámot nem tudok bekapcsolni, nem. 110. Nem, csak 112. Na, már több mint 3 éve megvan, meg csak egy kicsi kell hozzá, meg 105 darabot, ez már hamar meg lesz. Úgyhogy témában értitek legalábbis, hogy oké, hogy szervet váltok, ha váltok, nem tudom, oké, hogy minden, de elválik az még, hogy mi lesz, na. Amúgy is én tudtam, hogy Drákon meg Pegazuson jobb a helyzet, tehát mielőtt valaki is írná, hogy igen, mert úgy tudtam, hogy ott sokkal jobban, tehát ez mindig is úgy volt, hogy az első szervereken mindig is jobban ment, tehát ahogy hogy mindig is a több játékos volt, többen is voltak, meg stb. Csak, na, nem lehet minden szerver egyenlő. És nekem Auriga valahogy megtetszett még akkoriban is, tehát hogy na, értitek, tehát régen itt is rengetegen voltak, és nem is az, hogy rengetegen voltak, sok jó emléken fűződik hozzá, tehát hogy sok jó emberrel találkoztam, meg stb. Meg minden, ahogy Aurigahoz hozzaszoktam. És ha át kéne menjek egy másik helyre, akkor a karakterem nélkül nem mennék sehova. Tehát az, hogy totál újra kezdjek egyes szintől egy karaktert fel 61. szintig, csak már valahol egy kicsivel jobb, vagy több ember van, hát az most komolyan milyen van. Tehát értitek? És az, hogy átmenjek egy másik ilyen másik szerverre, az nekem rengeteg pénzbe került. Tehát, hogy számomra, hogy így kidobni valamire egy játékra 140 lát, vagy 150 lát, most ami az 10-15 ezer forintot, ha nem többet, csak azért, hogy át tudjak menni valahova, tehát, hogy még olyan karakteremet semmilyen érdemben semmit nem erősít rajta, tehát, hogy attól még ugyanúgy ki kell kiülődjem a cuccokat, attól még optosabb cuccaim nem lesznek, és semmi, az nekem rengeteg. Tehát, hogy
Végül is van is értéke annak, meg hogy átnek is nincs is. Tehát, hogyha most azt a 10 000 forintot optolóba várném, tudja jobban járnék, mint egy szerverváltással szerintem. Tehát valahol, valamilyen szinten többet érne a dolog. És azon is filoztam, hogy oké, hogy én megveszem a szerverváltót, de mi van, hogyha egy hónap múlva azt mondják, vagy kettő, hogy akkor összevonjuk a szervereket, akkor végül is nem kidobtam a pénzt az ablakon. Tehát értitek? És a GameForce-nak már voltak hasonló húzásai, hogy valaki megvett valami, és rá két hétre rájött, hogyha lehet, hogy ingyen is megkaphattam volna, meg hasonlók, tudjátok. Tehát nem kell meséljem, hogy milyen lehúzások voltak itt még annó, úgyhogy... Na. Hagyjuk ezt még egyelőre, ezt a szerver átvonulós dolgot. Mert tényleg, ha pénz nélkül akarnék újrakezdeni, akkor elég lenne, átregeljek egy másikra, és annó megint kezdjek. És elhiszem, hogy volna, aki segítene nekem, csak na, értitek, ebben most időt fektettem bele. És akkor, amíg meg lesz az 61-es, és ugyanerre a szintre álljunk, hogy katonai ló legyen, és hogy M5-ös, M6-os aura, azt is be kell olvasni persze, meg hogy BIOS küldi kész, hogy az is, akkor ez mennyi? Egy-két hónapig nincs videó, mert a karakteremet fejlesztem. Egy nap alatt biztos nem lesz meg. Tehát láthatátok, hogy az orfogat is hogy olvassa, meg egyebeket. Hát, hogyha mindent ugyaninnen akarok folytatni, csak egy másik helyen, egy másik karakterrel, amit ugyanúgy Crane-nek hívnak, akkor körülbelül egy hónapot, ha nem kettőt rá kell áldozzak. Arra, hogy nekem, itt, hogy én itt tartsak. És akkor az már mennyibe kerül bele hirtelen? Milyen sokba belekerül, nem? Na most... Megint alapokta előkezdeni, menjek vissza, hogy első epizód, első rész, az már 6 hónapja volt. Körülbelül, amikor az első szavakat, vagy mobokat, vagy akárkinek, hogy tetszik, első cuccokat tettem fel a karakterre, és elkezdtünk farmolgatni, és a többi, meg fejlődni, úgyhogy igen. Most azért, mert kicsit kevesebb videó van, mert fejlesztem, nem kell a karakterem, azattól nem kell megjelni. Az csak jót jelent, mert későbbiekben 75-ösen rengeteg opció lesz, tehát megyünk Pók királynőt farmolni, megyünk üzét SD 3-ba is szét fogunk nézni, akkor lélekbarlang rejtelmeit is fel fogjuk teríteni, meglássuk, hogy 85-ös 90-es metinek mit dobnak, 90-es szinten az új mappok, tehát hogy annyi potenciál van ebben a gameben, hogy az nem igaz, amiből ez a folyamatos részeket csinálni. Csak ahhoz, hogy én folyamatos részeket csináljam, vannak apróbb dolgok, amiket olyan, úgymond időigényesek, de meg kell csináljak ahhoz, hogy haladjak vele. Tehát nem tudok ezeket átugorni. Tehát itt nincs egy P-skill adó cuccos kombó, hogy na akkor te ma nekem 300k-ét P-skilleket adsz. Tehát tudjátok, vannak azok a NPC vagy lélekkövek, amelyek a instant base kill-t adnak, hát itt olyan nincs, úgyhogy ezt el kell fogadni. És már 33 van, és nem tudom mennyi idő van még hátra. Úgyhogy ez tök persze. Legalább az időt írnád, hogy Pistike, van 5 perce. Nyugizzak már. Úgy elég ideges vagyok, hogy nem tudom, hogy mi annyi az idő. Mármint nem az időt tudom, csak mennyi idő van hátra. Mi az, ebben nem volt egy ihaz, se ne szórakozz már. Van 28 ihaszent. Meg kell egy évkalandú szólni. Ja, vagy mondtam már, hogy fullos a kombom. Tehát most már nem 4-et ütök, hanem 5-öt. 1, 2, 3, 4, 5. 6-ot. Igen, 6-ot. Jó van. 18, tehát szerintem arra még van idő, tehát 17. Hol vagytok többen ijászok? Ezzel meg lesz a 11. Ugye befutunk a tömegbe gyorsan. Kilenc,
szederfa. Alpesi rózsát dobjál, ne szederfát, az meg. Mutat. Talán 4-3. Jó. Jó. Egy és kész is volna a küldő. Na, nem gondoltam volna, hogy egyedül meg fogom tudni csinálni, gyerekek. Tehát erre azért nem számítottam, hogy egyedül megcsinálom. Elnyughassatok már le, légy szíves. Nem tudok teleportolni ezek itten csesztetnek. Na. A jelenleg. Csakram. Jó. Ó, azért itt kaptunk cuccos tárgyat. Nem tudok teleportálni. Hát akkor egy picit várom. Vagyis, hogy éppen kioffolok. Vagy ki tudok menni, úgyhogy... Várjunk. Nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy itt van egy kiárat. Most nem tudom, hogy abban ki tudok-e menni, tehát így viszlát, tudjátok. Ez is nem a pont. Hát nem, úgyhogy marad ez az opció. Karaktercsere. 10 másodperc, hát akkor lesz mire várjunk. És vissza. Csak megérte. Azt a... De nem, nincsen teleport, nem lépek be. Örökkétig azon filózok mindig, hogy ó, úgyse sikerül, cég, meg minden, meg stb. És végül kiderül, hogy már saját magam is meg tudok virkózni vele. Tehát most is úgy voltam vele, hogy ó, biztos nem sikerül, ó, így, ó, és most végül is csak sikerült. Vissza a lóváshoz. Na, vagy azt mondta, hogy az lehet sikertelen, és meg komolyan mondom, a lóvászonást idáig tudtosan el. Csak úgy csinálja meg ő. Most már akkor teleportűrűt nem cseszem el. 721k van, és kell 1 milla, ha jól emlékszem. De nem vagyok benne biztos, mert az privát szerben láttam, hány millát két, szóval lehet, hogy 500k. Nem, az a... Csatalónál volt 500k. Hát akkor 1-2-10 millió, mindegy, kigyűjtsük egy után, és felveszünk ezt a lovat, szóval nem probléma. Úgyhogy... Az lényegtelen is. Na. Mehetünk felvenni a katonai lovat. Felfegyverzett ló. Jogosítvány. Kavaly, amit lovat vagy kocsit vezetünk. Jó, én visszajövök hónap, gyerekek. Hónap visszakejünk. Szóval, adjuk is rá itt, amit vegyesbe leadhatunk. A villámellenállás senkit nem érdekel. Ez sem nagyon senkit. Tehát ez csak plusz 3-as. Oké. Okay. 878k. Az jó. Na, gyerekek, mit szóltok? Most már egy második nélkülött követ is elértünk.
Ugye van az első volt a 60 plusz szint, ami már szerintem elég dicséretre mértő, hogy fényezzem magamat, elég is GF, nem privát. És megvan a katonai ló. Tehát ez hónap már 21-es lesz. Na mit szóltok? Most már bocsánat, hogy csúszott a részlet, de tényleg azt hittem, hogy 300 így azt nem fog egyedül lekaszabolni. Azt tudja, hogy úgy számoltam, hogy is sokan vannak a TT-ben, mint ijászok, és ha nem tudom, egy szerencsém a bátorság köpi, azok még pláne meg tudom csinálni. De úgy tűnik, egyikre sem van, és nem volt szükség bátorság köpenyre, se segítség legyet, mi sikerült megoldanom az egész tuckombot, úgyhogy örvendezhetünk, megvan. Végre megvan ez is, úgyhogy na most megyek vissza boltolni, mert ugye bár kell az egy mill a Young, hát ha minél többet össze tudok hozni. Köszönöm a figyelmet, én IT Lord voltam. Sziasztok!